Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Bátor Televízió híradóját látják. Megkezdődött a 2021-2022-es tanév. Az élménysuliban elindult a felső tagozat. Elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a Városi Pedagógus Nap alkalmából. Már oltják a 12-18 éves korúakat. A városban zajlik szerdánként az antitest tesztelés. Nyírbátori fogadhajtó a hétvégi Európa-bajnokságon. A nyírbátori iskolák közül a legnagyobb változás az élménysuliban történt, ahol új tantermekkel fogadták a most először induló felső tagozat tanulóit is. 50 tanuló kezdi meg tanulmányait, 16 fő teljes munkaidős és 5 óraadó pedagógus. Minden tanterem kész van ugyanúgy, mint mondjuk például ez a vadonatúj zsírúj számítástechnika terem? Igen, minden tanterem szépen feldíszített, oktatótáblákkal, illetve saját készítésű eszközökkel. Hány új tantermet alakítottak ki? 10 tanterem és 4 csoportszoba. A tanári gárda összeállt teljesen? Így van, a tanári gárda teljes, minden szakos megvan. Az intézményben így azt mondhatom, hogy szakos ellátottság 100%-os. Összesen mennyien dolgoznak ebben az iskolában most? Jelenleg, hogyha magamat is számolom, akkor 16 teljes állású pedagógus dolgozik, és 5 óraadó pedagógus. A nyelvi labor az hogy áll? Tablettekkel fognak a gyerekek dolgozni, és ugye ez az informatikai pályázatnak az eredményeképpen mi be tudtunk szerezni 200 tablettet a gyerekeknek, tehát nem csak nyelvi nyelvi órákon tudják ezt használni, hanem akár matematika, fizika, vagy bármilyen más tanórán is. Ugye a környezet is változott elég jelentősen, mert úgy látom, hogy az udvar is olyan teljesen kész van. Önkormányzati segítséggel nagyon szép udvari játékokat kaptunk, ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak, és feltöltésre került az udvar is, úgyhogy balesetmentes, és a gyerekek reméljük, hogy minél hamarabb birtokba veszik majd. A Bátori István katolikus óvoda, két tanítási nyelvű általános iskola és gimnáziumban a legfontosabb változás a sportudvar kialakítása lesz ebben a tanévben. Az már látszik, hogy a tankönyvek legalábbis ebben a harmadik osztályban itt vannak, úgy általában egyébként minden tankönyv megvan az iskolában? Igen, minden tankönyv megérkezett még augusztus közepén. Hogy indul a tanév? Voltak távozások, de tudtuk pótolni a kollégákat, akik elmentek, illetve a tantárgyaikat óraadókkal oldottuk meg, ahol problémánk volt. Milyen tanév elé néznek, tehát mire számítanak ebben az évben? Ugye most jelenléti oktatással kezdenek. Én bízom benne, hogy ezt az évet már sokkal könnyebben tudjuk átviselni, mint az előző két tanévet. Lesz-e valami újdonság ebben a tanévben? Tárgyi feltételeink tovább javulnak, hiszen elkezdtük a sportudvarnak és az iskolaudvarnak a rendbetételét. Egy 170 milliós beruházás indult most meg augusztusban, az átadás az jövő év márciusára marad. A Városi Pedagógus Nap alkalmából elismeréseket adtak át a nyírbátori nevelési, oktatási intézmények korábbi és jelenlegi dolgozóinak. Köszöntötték a nyugdíjas és aktív nevelőket, az arany, gyémánt és vasdiplomás pedagógusokat, az óvodapedagógusokat, a bölcsődei nevelőket, a tanítókat, általános és középiskolai tanárokat, a gyógypedagógusokat, a művész tanárokat, a kollégiumi nevelőket, szakoktatókat és minden pedagógiai munkát segítő munkatársat. Többen aranygyűrű elismerést vagy pedagógus napi elismerő oklevelet kaptak, míg voltak, akik pedagógus szolgálati emlékérmet vehettek át. A bölcsőde dolgozóit is köszöntötte Nyírbátor polgármestere, akik ugyan nem pedagógusok, de nyilván fontos szerepet töltenek be a gyermeknevelés első időszakában. Miért tartotta fontosnak a bölcsőde dolgozóinak köszöntését pedagógus nap alkalmából?
Különleges helyzetben vannak a bölcsődei neveléssel foglalkozó kollégáink, hiszen a jogszabályokat, ha nézzük, akkor a szociális területhez sorolja a jogszabály az itt dolgozó munkatársakat, de ha szigorúan vesszük, akkor nyilván az oktatással, neveléssel szorosabban összefügg az ő munkájuk, és ezért is tartottuk fontosnak egyrészt, hogy a pedagógus napon a bölcsődében dolgozó nevelők is meghívást kapjanak, és részt vegyenek az ünnepségen, és azt gondoltuk, ha már ilyen különleges helyzet van, és ilyen különleges körülmények, akkor személyesen is köszöntsük az itt dolgozó munkatársainkat. Ugyanúgy oktatásnevelési feladatot végeznek, a legkisebbeknél kezdjük el, ugye, és ami fontos alapkövet ad majd nekik a további életre. Pénteken részt vettünk a városünnepségen, és ez a mai napi meglepetés nagyon nagy öröm volt számunkra. A szülőktől is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, de ez egy nagyon nagy plusz, hiszen az egész napunkat és szinte az életünket itt töltjük a bölcsödében. Minden napjainkat a gyerekeknek a nevelése, gondozása teszi ki. Milyen kondícióval, feltételekkel indul a következő nevelési év a bölcsődében? Ugye már megszokhattuk, hogy bővült ugye a bölcsődénk, 48 férőhelyen működünk, két pavilonban, 2-2 gondozói csoportszobában. Mindenhol szakképzett kollégák dolgoznak kisgyermekgondozó nevelő végzettséggel, és pár szabad helyünk még van a szeptemberi hónapra, már megkezdődtek a beszoktatások, sok új gyerek van már, de ugye sokan elmentek az óvodába, és várjuk még a jelentkezéseket, ahol úgy gondozom, hogy megfelelő tárgyi feltételekkel, humánummal, empátiával és türelemmel szeretnék végezni a gondozónők továbbra is a munkájukat. Már megkezdődött a 12-18 éves korosztály kampányszerű oltása, bár azt nem lehet elmondani, hogy tömeges lenne a jelentkezés. Nyírbátorban is hasonló a helyzet, mint országosan. Az élményiskola diákai közül mennyien érintettek az oltásban? 3 fő oltatja magát az intézményben, ez csütörtökön fog megtörténni 9 órától. Amúgy 40 olyan gyerekünk van, aki 12 és 18 év közötti. Ennek a ugye nagyon elenyésző százaléka oltatja magát, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy vannak olyan gyerekek, akik már beoltották magukat, vagyis a szüleik beoltatták őket. A pedagógus, illetve az alkalmazotti közösségnek majdnem 100%-a rendelkezik a két oltással, tehát 2 olyan kollega van intézményi szinten a 81-ből, akik nem vettek fel oltást, tehát náluk teljesen jól állunk. A diákoknál, az 5.-12-es diákoknak több mint az 50%-a rendelkezik oltással, illetve még most csütörtökön lesznek olyan gyerekek, akiket jönnek beoltani. Folytattak valamilyen kampányt ez ügyben, vagy hagyták, hogy az állami propaganda ezt elvégezze? Most nyilván az állam lépéseit követtük. Tavasszal voltak a nagyobbak között többen, akik oltottak, de nem kampányoltunk különösebben, hanem ahogy a szülő döntött, látták, hogy a pedagógusok is milyen oltottsággal rendelkeznek, gondolom ez is adott egyfajta inspirációt a szülőknek. A városban szerdánként zajlik az önkormányzat által szervezett antitest tesztelés. Szerda délelőttönként a 65 évnél idősebb nyírbátoriakat szűrik a régi orvosi ügyeleten kialakított tesztelőponton. Délután a város és a járás lakói jelentkezhetnek tesztelésre. A mai nap milyen eredmények születtek? A mai nap is közel 80-an voltak, olyan 75-76-an voltak, mert most hozták a kollégák meg az eredményeket. Nagyon rossz arány jött így megint ki, 48-49-nél nincsen védettség, amit mutat a teszteredmény, a többieknek meg a feldolgozás alatt van még. Ez azt jelenti, hogy úgy összességében véve is nincs egészen 50%, akinek van a szervezetében antitest, hogyha az összes mindennapi eredményt nézünk, ugye? Ugye ez a mai napra ez több mint 50%, de ha a múlt hetet és az előző hetet nézzük, ott mindig szinte hajszál pontosan 50-50% volt, fele-fele volt. Mert múlt héten ugye 90-en voltak, 45-nek volt, 45-nek nem volt. Ugye a rosszabb eredmények általában az idősebbeknél jönnek ki, tehát a 65 éve fölöttieknél. Nem, vegyesen jönnek, mert ugye délelőtt csináljuk a 65 éven felülieknek a tesztelését, délután ugye a 65 éven aluliaknak, és ugyanilyen arány volt ez az 50-50%-os, például a múlt héten szerdán is, meg az előtte lévő szerdán is. És mi a helyzet? Van-e arra most már adat vagy összesítés, hogy mely oltóanyagoknál a legrosszabb a helyzet?
Nincsen továbbra se ilyen adatunk. A mai estei tesztelés után szeretnénk egy Excel táblázatban egy statisztikát készíteni, hogy összevetjük, ugye, hogy melyik oltóanyaggal, milyen arányban jöttek ki ezek az eredmények. És amikor ismertetik ezeket a teszt eredményeket, akkor mit mondanak ezeknek az embereknek, hogy menjenek és kérjenek harmadik oltást? Hát, ugye, amit megbeszéltünk, hogy mindenféleképpen elküldjük a szakorvoshoz őket. De gondolom, ezeket az eredményeket máshová nem küldik el, tehát ez saját belső kezelésben, úgy értem, hogy önkormányzatig jut el és kész. Igen, mindenféleképpen. Ugye ez csak egy segítségnyújtás az itt lakóknak és a járásban lévő lakosságnak is, hogy tájékoztatás jellegű, mi igazolást se állítunk erről a tesztelésről, a lakosság részére egy információ átadásra szolgál. Szeptember 12-ig látható a Nyírbátorban élő alkotóművész Simics Lajos kiállítása a Kulturális Központ aulájában. A festőművész az elmúlt 2 év alkotásai közül hozott el képeket, amelyeken már szerepel például a koronavírus járvány, de az egyik legmegkapóbb a Memoár 1 és 2 címet viselő alkotások, amelyek a 87 éves művész élettörténetének a bemutatását kíséreli meg. Egy olyan úriembernek a kiállítását nyitjuk meg ma, akit én azt gondolom, hogy a városban nem nagyon kell bemutatni. Nem csak azért, mert Simics Lajos, mindenki Lajos bácsia, azt kell mondjam, hogy igazi közéleti szereplő, hiszen valamennyi városi rendezvényen, civil fórumon, bármilyen olyan programon, ahol meghívást kap, eljön, és nem csak résztvevője, hanem aktív szereplője ezeknek a programoknak, és úgy általában a város életének. Aki ismeri az ő munkásságát, az pontosan tudja, hogy Lajos bácsi keze munkája az nagyon sok épületben minden mai napig fellelhető, nem csak itt Nyírbátorban, hanem a környéken. És amikor ő befejezte aktív pályafutását, úgy is mondhatnánk, hogy nyugdíjba ment, ami talán nem a legjobb kifejezés, hogyha Lajos bácsiról beszélünk, hanem inkább úgy fogalmazok, amikor az eredeti szakmáját, mint hivatását befejezte, akkor döntött úgy, hogy ő festő lesz. Azt mondom, hogy 100 kép van Nyírbátorról. Minden olyan emlékműről, egyébről, amit én időm alatt csináltak, már megalkottak, meg az, ami még előtte volt, valamilyen stílusban megalkottak, és azt is megfestett. Ez a memoár pedig egy kísérlet arra, hogy Lajos bácsinak az életéről. Az, hogy honnan jöttem, hová megyek. A nárfedeles ház, ami akkor abban az időben volt divat, és az én anyapám valaki volt nyírszőlőbe, mert a templom is itt van benne. A templomnak a portikus, a bejárati részét, valamint a tornyot, ő csináltatta. Ott is van a kép az elején, márványkép, Szentcsák András és Fezenkó János kész, adományi alapján készült. A hét utolsó 3 napján a Kincsen Parkban rendezik meg Budapesten a 4-es fogadhajtó Európa bajnokságot, szeptember közepén pedig Hollandiában a 2-es fogadhajtó világbajnokságot. Mind a két versenyen lesznek nyírbátori vagy Nyírbátor környéki indulók. Hogyan jutott el idáig? Milyen feltételek kellettek ahhoz, hogy minősüljön az Európa bajnokságon? Benne kellett végezni az első 8-ba, 9-be. De nekünk ugye, akik kezdők, nekünk azért kicsit jobban kellett teljesíteni hozzá, szóval az 5-6-7. Helyen ott kellett mindig lenni, hogy bekerülhessünk. Mennyi időre volt szüksége a felkészüléshez? Hogyan lehet trenírozni a lovakat 3 különböző számban? Nagyon nehéz. Ez évek munkája. Nekünk ugye a legfiatalabb fogatunk van szinte a mezőnyben, nincs kész. Mi bekerültünk ebbe a Európa-bajnokságra, ebbe a válogatott keretbe, de mint tanulók. Úgy mondhatom, a tisztességes helytállás a célunk, nekünk is, mint tanuló, egy éve hajtok 4-es fogatot. Melyik számban érzi magát a legerősebbnek, és miért? Nekem mindig is 2-es fogatban is a maraton volt a legerősebb számom. Most is abba vagyok, még szerintem a legjobb.
Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből a Bátorligeti ifja Fekete György kijutott a világbajnokságra, a nyírbátori Szakács Róbert az Európa bajnokságra. Mi a véleménye erről? Megérdemelték. Válogató versenyeken olyan teljesítményt nyújtottak, amik alapján joggal jutottak ki a Gyurci a 2-es fogadható világbajnokságra, Szakácsai pedig a 4-es fogadható Európa bajnokságra. Hát én nagyon örülök, és hát igazán nagyon jól ismerem őket, a Gyurikát egész gyerekkora óta, és ez a Robit is, nem tudom, számot kéne vetni, de 10 éve biztos, hogy ismerem, és együtt versenyeztünk. És hát van nekem külön kötődésem is, hisz én általában tavasszal Szakolyban szoktam felkészülni, most már Szakács Robinál, és ott szoktam egy-két-három hetet edzőtáborban tölteni, úgyhogy a fiúkat jól ismerem, és nagyon gratulálok nekik, és sok sikert kívánok erre a két rendezvényre. 3 kvalifikáló verseny kellett részt venni, mezőegyesen, Szilvásvárdon és itt Vecsésen, és ezek alapján tudtunk bejutni a legjobb 6-ba a világbajnokságra. Milyen eredményre számít, hogy érzi, milyen eséllyel indul? Nem tudom, igazából az első világbajnokság, ami részt veszünk. A mai napon pont volt egy akadályítás versenyszámunk, amiben a szövetségi kapitány úr kiírta, hogy 2 közül kerülhet ki a csapattag, és ezt megnyertem, úgyhogy most teljesen új érzés van bennem, úgyhogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy csapattag is leszek. Kedves nézőink, ez volt a mai híradónk. Köszönöm a figyelmüket. További kellemes tévézést kívánok önöknek, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.